Ma is vannak sokan, akik létbizonytalanságban szenvednek, vagy megbélyegzést hordanak magukon, vagy sorskérdésekkel viaskodnak. Az elmúlt 40 esztendő őrlő malmába kerülnek. Hogyan is megy majd tovább? Mert hiszen egy hazug világban élünk. Ez nekünk nem újság, bibliai igazság. Nekünk nagyon radikálisan és nagyon reálisan kell a mindennapi életbe számolnunk a bűnnel. Nem mumus, hatalom. Tehetetlenek vagyunk vele szemben. Annyira tehetetlenek, hogy minduntalan elhangzik a kérdés, hát hol vannak a keresztjének? Ez a világ várja, sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. És ez nem politikai kérdés, nem is gazdasági kérdés, nem a két kérdés együtt, hanem az élet kérdése, a mának a kérdése, a holnapnak a kérdése. Nem is kimondottan egyházi kérdés, nemzeti kérdés. Tehát olyan szorítóba van a kereszténység ma, Istentől való szorítás, amelyben nagyon is rá kell döbbenjen arra, hogy mit is jelent a keresztény élet számára a status confessionis. Ki ott tartozik bizonságot tenni hitről, szeretetről, bűnbocsánatról, új életről, ahol áll. Tehát mi a tanúság? Magamnak is mondom, mert ez a békességünk forrása. Isten mindig nagyobb. Két világháborút átélt nemzedékhez tartozom. 1912. január 22-én születtem Késmárkon. Édesapám ott volt gyülekezeti lelkész, a régi fatemplomban kereszteltek. Én még a pólyás időmet sem töltöttem végig Késmárkon, mert rövidesen édesapám kolozsvári evangélikus gyülekezetbe nyert meghívást. 1912 végén katonai szolgálatra vonult be, és 4 éves front szolgálatot töltött. A kolozsvári egyházi elemi iskolában jártam, és ott végeztem el 4 osztályt. A református kollégiumba folytattam tanulmányaimat. A második évfolyamra már Budapestre kényszerültünk. Édesapámat 1923. decemberében Kolozsvárról kitelepítették Magyarországra. Kolozsvár akkor ehhez az egyház kerülethez tartozott. Úgyhogy mikor édesapámat kiutasították, ugye akkor rögtön
átszólt ugye a püspök úrnak, hogy ez történt vele, mit tegyen, és azt mondta, hogy pakolj és gyere, mert helyed van. Erre emlékszem, édesapánk megmondta, hogy mehetünk, mert a Rafai püspök úr megcsinálta neki. Akkor teremtette a kerületi lelkészséget édesapámnak. Édesapám nem diáktéri lelkész volt, hanem kerületi lelkész. Ugyanis az édesapámat Pozsonyban a teológián tanította, akkor ő teológiai tanár volt, és nagyon megszerette a sok lendülettel és energiával rendelkező édesapámat, mint fiatal teológust. Középiskolai tanulmányomat Budapesten először az Eötvös József Reál Gimnáziumban folytattam, majd onnan átkerültem a Fasori Evangélikus Gimnáziumba, és ott érettségiztem. Édesapám fiatalon, 46 és fél éves korában hirtelen meghalt. Ez az ő korai halála az egész család életére súlyos következményekkel járt. Hiszen 4 gyerekkel édesanyám magára maradt. Amikor szegény édesapám meghalt, arra emlékszem, pedig amiatt prédikált aznap apu, mert Püspök bácsi kificamította megint a bokáját, nem vállalta azt az első rádióban közvetített istentiszteletnek a lebonyolítását. Édesapám prédikált, utána rosszul lett. Püspök bácsi átbicegett hozzánk, hogy elbúcsúzzon még az ő kedves barátjától. Ugye még nem volt nyugdíj képes édesanyám, akkor kijárta, hogy kegydíjat kapott, ugye. Hát édesapám 46 éves volt, hát még nem járt neki nyugdíj, de azt is ő neki köszönhetjük, ugye, hogy édesanyám akkor ugye gondoskodott, hogy hova menjünk a Deák térről, ugye a szeretett házba. Állandóan rajtunk tartotta a szemét, ahogy apámnak megígérte a halottas ágyán, hogy nem fogja a 4 kirknop gyereket elfelejteni, és mindig támogatni fog minket, ahogy ez így is történt. Jelentős hatással volt életemben a cserkész munkába való bekapcsolódás. A deáktéri gyülekezetnek volt a 223-as számú PLS, Pesti Luther Szövetség cserkészcsapata, amelynek tagja lettem. Minket, budapestieket ez a cserkészcsapat részben a gyülekezeti szolgálatban használt föl okosan, ügyesen, részben pedig a természet világát ismertette meg. És egy jó testvéri közösség volt. És mint ilyen egyházi ifjúság, természetes, hogy beletartoztunk az ichtüsz közösségbe. Hogy mi indított engem a teológiára, az a konfirmáció oktatásra való készülgetéshez kapcsolódik. Édesapám készített minket a konfirmációra. Neki kedves alapigéje volt a Cselekedetek könyvéből való vallomás. Én semmivel sem gondolok. Az én életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, amelyet vettem a Jézus Krisztustól. Az érettségi letétele után a soproni teológiára mentem. Fölavatott Rafai Sándor bányakerületi püspök, első szolgálati helyem Szeged volt. Szolgálatban bőven volt részem, hiszen Szeged kimondottan sok diaszpórával rendelkező déli gyülekezet volt. Ott Egyed Aladá volt a gyülekezet lelkésze, egyúttal Esperes is. Karácsonyra készülöttünk, amikor tudomásomra adta, hogy te pedig, fiam,
karácsonyra hazamegy. Az óévi szolgálatban már bekapcsolódtam. Nem sokáig tartott ez a jó szegedi iskola, mert 1936. márciusában Ceglédre helyezett át Raffai Sándor püspök úr. Az a terv élt bennem, hogy szeretnék külföldi tanulmány útra menni. Ebben döntő része volt Wolf, azaz Ordas Lajos személyének. Mivel ő svédül jól tudott, hát az volt a legtermészetesebb, hogy a svéd nyelv tanulásában nékem segítséget kínált. Svédország nagyon gazdag a népviseletek szempontjából. És Björkvist püspök fölismerte azt, hogy egy drága ajándék, örökség a svéd nemzet élete számára a népviselet. Akkor már divattá tették azt, hogy a városoló lakóság is vasárnaponként, ha csak megteheti, használja népviseleti öltözetét. A svéd állami ösztöndíjam tette ugyancsak lehetővé, hogy egy finnországi tanulmányútra is futotta. Karanko Jókónál tölthettem egy hetet. Öreg Magyarországon megismert finn barát volt Jóko. Hatalmas paplakán nem egyszer elcsodálkoztam, de minduntalan elmondott, hogy erre azért van szükség, mert a szana szétszórtan élő konfirmandusokat itt gyűjtjük össze. Itt van a tanfolyam, itt főzünk rájuk, itt élvezzük együtt a szaunát, és tanuljuk a Biblia is kijelentését, a finn egyház történetét és az egyháznak a mai életét. Utam azután Budapestre vezetett, és a Deák-téri gyülekezetben kaptam segédlelkészi beosztást. Hitoktatói munkában, ifjúsági munkában is volt részem. Nagyon sok temetési szolgálat várt ránk káplánokra. De abban az időben a zsidóság kérdése jelentette az egyház számára komoly etikai problémát. A félelem lelkével űzött emberek tömegesen keresték az egyházat. Az egyházak, mondhatom valamennyi, széles kaput tárt a segítséget keresők előtt. Az önálló gyülekezeti szolgálatra 1939-ben jutottam, amikor a nyáregyházai gyülekezet hívott meg lelkészül. Különös volt az, hogy a nagygeresdi egyezmény alapján közös templomunk volt a reformátusokkal. Így már kezdet-kezdetén fölmerült a kívánság, hogy készítsünk magunknak valami menedékhelyet, ahol összejöhetünk bibliaórára, vasárnapiskolára gyerekeket, konfirmandusokat. Maga a gyülekezet kicsi volt, szegény. Viszont nagy volt a szorványa. Hétről hétre beosztott munkarendszerint jártam a Potharasztól Vatyapusztáig Dánszent Miklósig terjedő területet. Hol kerékpárral, hol gyalogosan. A téli időben rendszerint gyalogosan. Reggel mentem és estére tértem haza. A kilométer szám bizony az ezreket mutatott. De talán a sok fáradozás, odaadás, utánjárás nem volt hiába való. A gyülekezet igazán szegény volt, és mégis sikerült egy gyülekezeti ház építkezésébe belevágnunk. Uraságtól kaptunk fuvart téglaszállításhoz. Azután
jött az önkéntes munkavállalás. És evangélikusok, reformátusok jó egyetértésben áldoztak időt, erőt és anyagiakat is. El is készült az épület. Nyáregyházai szolgálatom nem volt zavartalan. Kétszer is tábori lelkészi szolgálatra vonultam be, mint a két esetben a 151-es kórházvonaton teljesítettem lelkészi szolgálatot. Első utam 1951-ben volt, és akkor hoztuk a Dunkanyarból megfagyott betegeket haza. 700 sebesülttel rakott meg a szerelvény, amely 20 pullman kocsiból állt, külön műtőkocsival. Nem egyszer megálltunk menet közben, hogy műtétet végezhessenek. Mindig Debrecen volt a gyűjtő, ott adtuk le a betegeket fertőtlenítésre, és azután onnan vitték hazai kórházakba. Feleségem két kis gyermekünkkel szüleinél keresett oltalmat, utolsó pillanatban hagyta el a paplakot. Mi azután Pesten találkoztunk, mert én december 21-én leszerelhettem második bevonulásom, szolgálattételem után. Azzal az elkötelezéssel, hogy még egy tábori lelkészi szolgálatot, helyőrségi istentiszteletet végzek. Ez az utolsó szolgálat már nem Budán, hanem Pesten, a Vas utcai régi Kieház templomában történt. 44. december 21-én erős lövöldözés közepette tarthattuk meg az istentiszteletünket, és ez volt az az utolsó evangélikus istentisztelet, amit a Magyar Rádió még közvetített. Ostromot aposoméknál vészeltük át pincében, naponként tartottunk áhítatot, és január végén fölkerestem Rafai Sándor püspököt, akkor már tolókocsiban ült, és arra kért, hogy menjek el a régi Közép-Egyházmegye gyülekezeteibe, és hozzak neki hírt, hogy hogyan vészelték át a gyülekezetek a háborút, milyen károkat szenvedtek, és milyen intézkedésre volna legsürgősebben szükség. Így január végén neki öltözködtem ennek a felderítő útnak. Karomra vettem a Luther kabátot, megtanultam orosz nyelven azt, amit egy igazoltatás esetén elmondhatok, hogy jászom pop, mert egyébként a szláv nyelvet nem ismertem. Így indultam el Budapestről, gyalogosan, sokszor hát nagyon kemény körülmények között, de minden esetben sikerült a ellenőrző hatósággal megegyeznem, hogy tovább mehetek. Volt ugyan egy budapesti igazolványom pecséttel, de az csak Budapest területére vonatkozott. De hát valami papír volt, és ezeken a dokumentumokon fontos volt mindig a pecsét. A szöveg nem volt érdekes, a pecsét. A püspök úrnak elmondtam mindazt, amit tapasztaltam, és az adott körülmények között természetesen volt, akinek Luther kabátot küldött, volt, ahol egyházi könyvekről kellett gondoskodni,
Minden esetre hírt kapott egy kisebb közösségről, amelynek pásztora volt. Én azután február elején mentem vissza Nyáregyházára. Először magam gyalogosan természetesen, ami 46 kilométeres sétát jelentett. A gyülekezetben hát sikerült egy lovas kocsit szerezni, aki azután feleségemért, gyerekekért följött, és elfoglaltuk a paplakot. Kifosztva, de mégis lakható formában. A szolgálat hát igyekezett a körülményekhez képest kialakulni. A monori járási kapitányságon, parancsnokságon tudtam szerezni a magam részére egy orosz szövegű igazolást arról, hogy ki mi vagyok, és ez a szöveg arra kérte az eljáró hatóságokat, hogy engem a munkámban támogassanak. Istentiszteleteket tarthattunk, persze a lakóságot különböző munkákra vették igénybe, ezért hát nagyon is gyéren látogatott alkalmak voltak, de együtt voltunk, és az evangélium erősíthetett minket. Nyáregyházai gyülekezetben végzett munkám 45-ben szűnt meg, azzal, hogy a Budapest-Kelenföldi gyülekezet hívott meg lelkészéül. Az, ami az egyházi közéletben megindult, annak természetesen Budapesten kihatásai voltak elsősorban. Minket kelenföldieket erősen érintett Ordas Lajos püspöknek az elítéltetése és börtönbe kerülése. március 29-én dr. Keken András diáktéri igazgató lelkészt, engem pedig 1950. március 30-án, mint kelenföldi lelkészt, mindkettőnket, mint Ordas Lajosnak jó barátait, munkatársait az Andrássy útra szállítottak. Közismert hely. Külön voltunk elhelyezve a cellákban, szuterénban. A kihallgatás menetét nem kívánom rögzíteni. Ordas Lajos személyével kapcsolatban voltak a kérdések, és már a harmadik nap közölte a kihallgatott tiszt, hogy tudja-e azt, hogy a püspököt megfosztották a püspöki tisztétől. Honnan tudtam volna az Andrássy út 60-ban? De facto ez a két személyünket erősen érintő akció azt akarta biztosítani, hogyha a különbíróság Ordas Lajost nem ítéli el, tehát mint aktív püspök hagyná el a börtönt, akkor egy koncepciós pört lehessen ellene indítani, és erre a koncepciós pörre való fölkészítésként kerültünk már mi, Keken András és én, az Andrássy út 60 alá. A különbíróság három szavazattal Ordas Lajost megfosztotta püspöki tisztétől, és így nem volt szükség továbbá a koncepciós pörre való fölkészülésre. Minket azután az Andrássy útról elszállítottak a pestvidéki fegyházba, megint hát külön-külön elhelyezve, és 14 nap múltán Kistarcsára kerültünk az internálótáborba, éjjel szállítottak,
80 személyes teremben voltunk, emeletes ágyakon összezsúfolva. Két napra rá az internáló tábornak a vezetését az ávó vette át a szürke rendőröktől, és ott töltöttünk 6 hónapot. Közölték velünk, hogy addig semmi reményünk nem lehet arra, hogy szabaduljunk, amíg nem mondunk le gyülekezeti lelkészi állásunkról, és nem tesszük szabaddá a gyülekezetet, hogy új lelkészről gondoskodjék. Így kerültünk ki október végén egy nagyon csúnya esős napon az internáló táborból, és mentünk el a Zsófia-ligeti hév állomásra. András barátomat a megálló helyen hagytam, és én onnan 200 méterre lévő otthonba mentem, és kerestem az otthon vezetőjét. Ott találkoztam akkor Kümmerle Ottmár néval, Kefeházi László esperes anyjával. Ismertük egymást korábbi időből. Meglepődött. Elmondtam, hogy mi van, és azt a segítséget kérjük, hogy adjon annyi pénzt, hogy a villamosra tudjunk szállni. Ő hát kijött velem a Zsófia-ligeti megálló helyre, ellátott pénzzel bennünket, és addig velünk időzött, amíg nem jött a szerelvény, amivel mindketten hát Budapest felé vehettük utunkat, minden előzetes bejelentés nélkül. Ez volt tehát 1952, valami munka után kellett látni, így az egyik ellenföldi mérnök testvérünk arra ajánlkozott, hogy megtanít engem műszaki rajzra. Akkor könnyű elhelyezkedést biztosított a műszaki rajz tudása. El is indultunk ezen az úton. Közben egy újabb veszedelem szakadt a budapestiekre, a kitelepítés. Csengő fráz volt abban az időben a félelmetes. Amikor este 10 óra körülbe csöngettek a kitelepítésre kijelölt családokhoz, a hatóság emberei vitték a véghatározatot, reggel 5 órára ennyi kilós csomaggal legyenek készen, mert várja a vonat. Na, így mi is megkaptuk a kitelepítésről a határozatot. Hova megyünk, mi vár ránk, senki nem tudta. Az angyalföldi vasútállomásra vittek ki, azután teherautón, ott vagoníroztak be, és délután indult el a vonat Szolnok felé. Csak kitelepítettekkel, megfelelő gitáros őrséggel, minket mezőberényben szállítottak le. Teherautóra raktak, és jó poros földutakon vittek el Kamutra. Ez egy békés megyei régi község. Ott szállásoltak be minket egy kuláknál. K. Kovács István kuláknál. Még a körülményeket tekintve nagyon emberséges viszonyokat élvezhettünk, mert hiszen egy nyári cselédházba kaptunk helyet, szabad kéménnyel, egy jó bubos kemencével, suttal, földes szobával, picike ablakokkal, de mégis védett hely volt, mert volt olyan kitelepített, akit egy tyúkolba tettek be, az volt a téli szállása is, Kulák Kovács István, akinek a nyakára telepítettek, az persze megfelelő érzéssel és gondolatokkal fogadott, hogy még ez hiányzott az ő külágsorsa mellett, hogy egy kitelepített
papot is odaraknak. Egy tisztességes, becsületes munkájában igazán kifogástalanul gazdálkodó, több holdas, békési magyar ember volt, aki maga is dolgozott, a családja is dolgozott, a fia is dolgozott, és hát mi is neki segítgettünk. Aratás volt, arattunk, aztán krumplizedés jött, krumplit szedtünk. Vetési idő volt a friss szántásból, a kukorica csutkákat kellett, ugye, letisztogassuk, abból lett meg a téli fűtőnk. A nagy bubos kemencébe szalmával is lehetett fűteni, hát ő felajánlotta a szalmát, hogy természetesen fűthetünk benne. Na de valami foglalkozást kellett keresni, mert mint naplopók, semmittevők, a hatóság szemében nem leszünk elszenvedhető emberek. Így a tanács öt katasztrális hold állami tartalékföldet kiutalt. A két kezünkön kívül semmiféle szerszámunk nem volt, de a házigazdával megállapodtunk abban, hogy ő adja az igát, két lovat, felszántható, és minden lóért, egy napi igáért, hát két napi kézi munkát teljesítek nála. Nagy dolog volt. Természetesen a vetés forgót nem mi magunk állapították meg, hanem a szigorú előírás, hogy mennyi gabona, azaz mennyi kalászos, mennyi tengeri, mennyi ipari növény, kender, cukorrépa, és egy egészen kis terület maradhatott veteményes kertnek. Beszolgáltatást is úgy teljesítettük, hogy a házigazdától kaptunk megfelelő igát, amivel behordtuk a gondorosra a kendert és a cukorrépát. A gabonát ott helyben a cséplőgéptől vitték el. Ez is hozzátartozott ahhoz a világhoz. Az is, hogy egy rendőr alezredes, aki hát ugyancsak elszegődött valami mezőgazdasági munkába, hazafele jövet rendszeresen dézsmált a kukoricát, mert hát valami jószágot kellett tartani, hogy a megélhetést biztosítsák. Nehéz helyzet volt. Igen. Etikai szempontból. Hol, mikor, mit szabad lopni? Igen. Ez 2,5 évig tartott ez a kemény szorítás. Kinn az utcán, hát tolongtak, szerencsétlen kitelepítettek, ugye, és hát én is sorra kerültem, bevittek az irodába, belső irodába, és hát, no, maga mennyit jelöl, jegyez, mondom, egy fillért sem. Hogy? Mondom, nekem nagyon is kell dolgozni ahhoz, hogy valahogy megéljek. Gyerekek vannak, feleségem van. No, vigyék csak át a másik szobába, állítsák be a sarokba, majd gondolkodik rajta. Gondolkoztam is, hogy ne. De a válasz csak az volt, hogy egy fillért sem adhatok. Jártuk egyik szobából a másikba, végül is olyan helyzetbe kerültem, hogy a folyosón nyitva volt a kijárati ajtó, és szépen megléptem. Amikor ezt elmondták a Balogh Sándor nevezetű kondásból lett tanácselnöknek, utánam jött, elkezdett ortipálni, te disznó pap, állj meg! Megismételte egy párszor, mást is mondott, te szaros pap, állj meg! Nem álltam meg, hanem határozott léptekkel mentem tovább. Csak visszafordulva annyit kiáltottam oda neki, hogy így
emberek egymás között nem szoktak beszélgetni. A szerencsétlen sorstársak pedig lenn ki 200, ki 300, ki 500 pengőt jegyzett a békekörzsörre. Miután felszabadultunk, a rendőrt főtörzsőrmester jött ki mezőberényből, és hozta a felmentő határozatot. Nagyon szép szál ember volt. Közölte velem, hogy azért jön, hogy megszűnt a kitelepítettség, és mondja meg azt, hogy hova költözködünk. Mondom, itt maradunk. Nincs hova menni. Nincs miből élni. Életünk annyiban változott, hogy azt a területsávot a TS magáinak követelte. A mi anyánk is beleesett. Így tovább kellett állni. Hova? Akkor régi kelenföldi ismeretség révén Biedermann Ernőné jött a segítségünkre, és elmondott, hogy neki Pilis Csabán van egy kis telke, egy kis nyaralóval, kis kerttel, szívesen ad nekünk szállást. El is fogadtuk, mert nem volt hova menni. Így hát bevagoníroztunk. Bevagoníroztunk egy pórázra kötött hízódisznót, mert Békésben pórázra kötik ki a disznót, és úgy legeltetik. Bevagoníroztunk egy kecskét, a tejipari központunkat, és azt a kis butorzatot, motyót, ami az életünk tartozéka volt. Így állítottunk be Pilis Csabára. Ott a tanács hajlandó volt a kétsopronyi tanács megkeresése alapján ugyancsak ők katasztrális hold állami tartalékföldet kimérni. Én a demokrácia ellenes állami tartalékföldből éltem. Persze a korona értéke összehasonlíthatatlan volt, a békési 22 aranykoronás mellett ez csak 5 aranykoronát képviselt, hegyoldalas volt, nem sok reménnyel, de mégis igazolható keresettel. Elvállaltam mi kertünknek a felesbe való gondozását, elég nagy 400 négyszögöles telek volt, úgyhogy gyümölcsfával sok mindent megtermelt a gyurka, tehát rendszeresen járt nyáron emiatt. Télen pedig azért, mert jött havat takarítani bent Pesten, de lehetőleg úgy jött, egy este érkezett meg, már ment jelentkezni hómunkásnak, mert éjszakán 20-25-35 forint volt egy műszak. A tél jelentette a kemény próbát, mert hiszen állandóan mínuszban volt a lakásnak a hőmérséklete. Hiába fűtöttünk, deszka, fal bepapírosozva, tapétázva, az olyan gyönyörűen csillogott, mint egy gyémánt terem. Úgyhogy amikor este lefeküdtünk, inkább fölöltözködtünk. De az Úristen megint megóvott. Semmi sem volt hiába. Ebben az élet körülményben ért bennünket azután az a váratlan fordulat 1956-ban, hogy
megjelent Turcsányi Károly, a kerület, Északi Egyházkerület lelkésze, azzal, hogy üljek be a kocsiba, és menjek be vele. Vető püspökhöz jutottam el, ő pedig len tájékoztatást adott arról a törekvésről, hogy Ordas Lajos rehabilitálják. Ordas Lajos azt a kikötést tette, hogy őt csak abban az esetben rehabilitálhatják, ha Keken Andrást és Kende Györgyöt is vele együtt rehabilitálják, mert ez a két jó barát ő miatta került abba a helyzetbe, amibe került. Egyébként az volt a véleményem, hogy én a rehabilitálásomat nem kérem. Ordas Lajossal történt beszélgetés eredménye lett az, hogy elvállaltam, de először Ordas Lajos került vissza hivatalába, első szolgálatát ugye Budahegyvidéken végezte, azután Keken András a Deák téren, és a befejező ebben a sorban én voltam Kelenföldön. Ez volt 1956. októberében. Az Országos Egyház megfölkérésére átvállaltam a szeretett szolgálat ügyintézését, azaz a Luteránus Világszövetség szeretett adományainak a szétosztását. Ez 44 vagon adományt jelentett, vagontételben például csukamáj olajat kapott az egyház. Egy részét tudtuk ugye egyházi úton fölhasználni, a nagy részét az óbudai hajógyárnak ajánlottuk föl, amit megköszöntek ők is, de az államegyházügyi hivatal is. No, ez a munkát végül is 1959-ben le kellett állítani. Nem volt kívánatos, hogy az egyház ilyen szeretett szolgálatot folytasson. Megjelent nálam Váradi Lajos esperes, és közölte velem azt, hogy el kell hagynom Budapestet. Kérdésem az volt, mondjátok meg, hogy miért. Tudtam előzőleg Szabó József püspöktől, hogy az ő szolgálati ideje alatt az államegyházügyi hivatal kétszer szólította fel őt arra, hogy engem tegyen ki a budapesti szolgálati helyemről. Ezt ő testvéri beszélgetésben közölte velem. Csak annyit fűzött mindig hozzá, csak úgy dolgozzál, mint eddig dolgoztál. Persze ez már sejtetett valamit, hogy viharfelhők gyűlnek. És mivel a személyek változása elég gyors tempót váltott, nyugodtan számolhatott az ember azzal, hogy Szabó József nem sokáig marad a helyén. Tehát ezt a gerinces magatartását, mert mind a kétszer elhárította a dolgot, nem sokáig élvezhetem. Így is történt, eljutott hozzám Pálffy Miklós akkori dékánnak a kijelentése, hogy Kende Györgyből elég az egyházban egy is. A fiát felvettük, az apjának menni kell. És meg is gyorsultak a érintkezések, tárgyalások. Váradi Lajos esperes gyakran jelent meg Kelenföldön, vagy engem hivatott magához a Bécsi kapotérre. Egyszer sem mondotta, sem ő, sem Vető Lajos, aki ugyancsak hát, mint illetékes püspök bekapcsolódott a dolgokban, egyszer sem voltak hajlandók elárulni, hogy miért kell Budapestről elmennem. Hiszen 56-ban az állam rehabilitált. Ugyancsak az egyház is rehabilitált.
és semmi nemű eljárás ellenem nem folyt. Még csak megintést sem kaptam, nemhogy fegyelmit. A válaszom végül is az volt, hogy csak abban az esetben megyek el önként, ha közlik velem, hogy miért kell távoznom. A dologba végül is bekapcsolódott Káldi Zoltán, akkor fiatal püspök volt, tehát nem Vető Lajos az illetékes püspök, hanem Káldi Zoltán volt a mozgató. Így tárgyaltunk egy alkalommal, a két püspök és én az északi püspöki hivatalban, amelyben a két püspök arról igyekezett meggyőzni, hogy jobb, ha én elmegyek Budapestről. Ellenkérdésem ugyanaz volt, tessék őszintén megmondani, hogy miért. Volt a beszélgetés során egy kis utalás arra, hogy állami érdek. Párt érdek. Engem nem befolyásolt. Azt kértem a püspököktől, szíveskedjenek egy törvénykezési eljárást lefolytatni, és azzal kimondatni az én áthelyezésemet, vagy Budapestről való kitiltásomat. Ezt nem váratott sokáig magára, mert 1961. október 23-ánra szólt a törvénykezési eljárásra hívó, meghívó, meg is jelentem. Nota bene, Váradi Lajos előző nap este még telefonál nekem, hogy megkaptad a meghívót. Mondom, igen. Elmegyek, mondom, föltétlenül. Ő próbált lebeszélni, ne menjek el, hogy inkontumáciám. Azaz távol létemben történjék ez a tárgyalás. Megjelentünk Herényi István ügyvéd barátommal a tárgyaláson. Előzőleg volt még egy utolsó kísérlet a püspökök részéről, hogy álljak el a törvénykezési úttól. Elég brutális hangnemben végződött ez a tárgyalás. Én azt kértem, hogy folytassák le a dolgot, én magamtól nem megyek. A határozat világosan kimondja, hogy október 31-ével megszűnik az én kelenföldi szolgálatom. Harkányi László, akkori főtitkár próbált valami útegyengetést végezni, hogy hát nem mennék-e valami szeretett intézetbe. És tudván azt, hogy nekünk családilag, hát a kistarcsai papnék otthona fele van kapcsolatunk és emlékünk, azt mondották, hogy annak vállaljam el a vezetését. Addig jutottunk a tárgyalás során, hogy vállaltam 3 hónapos próbaidőt. Mondván azt, hogy kérem, ez nem lelkészi állás, nem lelkészi szolgálat. Ezt elfogadták a 3 hónapot, és 3 hónap végeztével jelentkeztem, hogy kérem, mentsenek föl, mert ez nem az a szolgálati hely, amire engem a lelkészi oklevél fölügyesít. Hallani se akartak róla. Ezt már Káldi Zoltánnal kellett közölnöm, mert ő volt a diakóniát vezénylő püspök. Közölte velem nagyon egyszerű, durva mondatban, ha nem vállalod kerepes tartját, vett tudomásul, hogy kint vagy az egyházi szolgálatból. Ekkor hát 50 éves voltam. Mit évő legyek? Tusakodásomnak az volt az eredménye, hogy nem hátrálok meg, az Úrnak való szolgálat ez is. Annak a lehetőségét
pedzették, hogy ott Isten tiszteleti szolgálatot végezhetek. Éltem is vele, nem sűrűn, mert az volt a szinte szokásnak mondható gyakorlat, hogy a kelenföldi gyülekezetből sokan jöttek ki Isten tiszteletre. Nem akartam a gyülekezetet még külön is terhelni. Végül is ebből a kerepestarcsai állásfoglalásból 20,5 esztendő lett. 20,5 éven, mint okleveles lelkész, az egyházmegye területen lelkészi szolgálatot végző lelkész, nem kaptam meghívót az LMK-kra. Ez a kollégáknak is föltűnt, ők maguk szóltak az esperesnek, hát mégis Gyurka bácsi itt van közöttünk, hát ha nem is, mint önálló lelkész, de lelkész, hívjuk őt. Nem hívtak soha. Esperes mit válaszolt? Semmit. Detre László éppen úgy hallgatott, mint ahogy hallgatott utána következő esperes Keveházi László. Annak ellenére, hogy a mind a két esperes ideje alatt az egyházmegyei LMK-t egyszer-egyszer meghívtuk a papnek katonába. Ülésezenek ott. Főztünk. Ebédet készítettünk. Ott volt az ülés. Arra se kaptam meghívót. De bementem. A házigazdát csak mégse fogják kizavarni. Egy igazgató tanácsi ülés volt, és ami megint föltűnő, ma is nagyon is eleven emlék, Keveházi László megszólal, mint esperes delegált tagja volt a tanácsnak, akkor a szupplikáció szolgálatáról intézkedni kell. Itt hát kifakadtam. Miért? Hát nem szupplikálhat továbbra is? Ez nem volt lényegtelen az otthon részére. Nem azért, mert adományokat gyűjtöttünk, hanem azért, mert egy aktív szeretett szolgálatban vett részt azoknak a gyülekezeteknek az asszony közössége és konfirmandus ifjúsága, akik a kijelölt hátvéd területet képezték. A gyülekezetekből, a frissen konfirmált gyerekekből egyet-egyet elhívtunk kerepestarcsára nyári időben, egy hétre, ahol teológus lányok felügyelete, vezetése mellett ismerkedtek az otthon munkájával, volt reggeli áhítat, biblia munka, egyháztörténet, vittük a szomszédos gyülekezetekbe őket a kocsival megismerni, hogy túl a maguk kis gyülekezetén lássák az evangélikus egyházat, hogy él. Ez, azután ugyanezt tettük asszonyokkal. Azokat reggel hoztuk be, mert volt ez a gépkocsink. Reggel hoztuk, délután visszavittük. Egy talán elfogultság nélkül mondom, hogy tényleg olyan kapcsolat alakult ki a gyülekezetek és az országos intézmény között, ami egyedülálló volt és mintaképpen szolgált. Ottlik Ernő, mint illetékes püspök, hivatalos látogatáson volt kint Kerepes tartján, megtárgyaltunk vele mindent, és fölvetettem a kérdést, hogy mi lesz. Megy minden szépen tovább. Viszed a dolgokat. 81. január végén behívott Kárner Ágoston főtitkár, és közli velem, hogy mivel úgyis nyugdíjba megyek, hát áthidalásképpen már most kellene valakit betanítani. A meglepő és számomra érthetetlen az volt, hogy
Ottlik Ernő, a hivatalos személy január 22-én azt mondja, hogy minden megy tovább, és a nyugdíjba még viszed tovább, amíg megfelelő vezetőt nem találunk. Január végén egészen másképpen intézkedik Kárner Ágoston. No, ennek a munkának azután vége szakadt, amikor én 82. márciusában átadtam Monuséknak a szolgálatot, és hát itt élünk visszavonultan, kerülve a kelenföldi gyülekezetet, hol a Bécsi kaputérre, hol a Budahegyvidéki gyülekezetbe, de leginkább aztán a Deák-téri templomba járunk, mert hiszen mindketten ott nőttünk föl, szülői emlék is fűz hozzá. Senki nem fogott még így vallatóra, mint most te, János. Ha egy mondatba szeretném sűríteni a történteket, az egészen különös életutat, mert hiszen egyedül mi voltunk, mint lelkész család kitelepítve. És ha gondolok arra a nem könnyű helyzetre, kérdésre, maga tehetetlen állapotra, amiben összegezni tudom, nem vagyunk egyedül, nem vagyunk elhagyottak, s bármilyen a mánk, a holnapunk, a jövendők, egyet bizonyosan tudunk. Isten mindig nagyobb.